Matematikával folytatódott május 5-én a koronavírus járvány miatt rendhagyó módon szervezett érettségi. A középszintű megméretetés első részében mértani sorozatok, gráfok, függvények, halmazok és felszínszámítás vált a diákokra. A középszinten érettségizők két feladatlapot kaptak. Az első 10-12 feladatot tartalmaz, amelynek megoldására 45 perc állt a vizsgázók rendelkezésére. A második feladatlapra 135 percet kaptak a diákok. Ez a teszt két részből állt. Az A és B jelzésű rész 3-3 feladatot tartalmazott, azonban a B jelzésű feladatsorból a vizsgázó választása szerint kettőt kellett megoldani. A második rész feladatsorában valószínűség és százalék számítás, egyenletek és függvények szerepeltek.